Jó napot kívánok! Bognár Józsefné, Kartali független polgármesterjelölt vagyok. Két remek, fantasztikus felnőtt fiú édesanyja, és jelenleg egy időben két település jegyzője, Domonyi és Bagé. Tisztelt Kartali lakosok! Először is köszönöm mindazoknak, akik támogatásokkal megtiszteltek és bizalmuk jelöljéről aláírták az ajánlóévemet. Mivel az elképzeléseimről olvashattak a szórólapjaimon, ezért kérem engedjék meg, hogy itt ez a kevéske idő ne az ilyenkor elvárt hangzatos ígéretekkel teljen el. A lényeg, hogy tenni akarok. Önökért, önökkel együtt értünk. Itt az idő, hogy végre most már a gyerekeink, a nyugdíjasaink, a vállalkozóink, a tanáraink, a szociális munkásaink fejével gondolkodjunk. Kérdezném önöket, hogy az elmúlt években kikérte a véleményeiket, javaslataikat a község gondjaival kapcsolatban. Ezért írtam azt, hogy ha elnyerem támogatásukat, kérni fogom, hogy segítsék munkámat minden nap észrevételeikkel, gondolataikkal, de akár súlyos kritikáikkal is. Tudják, az életem úgy hozta, hogy nagyon sok mélységet tapasztaltam meg, és gondolom, ez alapozta meg az emberek iránti szociális érzékenységemet. Ezt egyszer már bizonyíthattam önöknek, hiszen 12 éven át Kartal hivatalában dolgoztam. Aki ott járt, segítségemet kérve, nem talált süket fülekre, vagy flegmaságra, nem törődömségre. Persze bizonyosan ott is volt olyan eset, hogy nem tudtam, de olyan soha, hogy nem akartam segíteni. Végül annyit mondanék, hogy szerintem a kulcs szó a sikeres munkához az alázat. Hiszen ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, mint önök. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hajrá Kartal! Viszontlátásra október 12-én.